Zverijével be, Karvelis fejel! De jó ég, hova fejelt Karvelis? Sokan már gólt kiáltottak. Ennek ellenére nemhogy a kaput nem veszélyeztette, de majd, hogy nem a szöglet zászlónál kötött ki Karvelis fejese. Eddig meglepő, de többet birtokolják a labdát a vendégek. Mészáros teljesen egyedül lendületből vezeti rá a labdát a videóton hátsó alakzatára, de végül is Makricki volt az, aki jól állt ott hátul a sarat. A szabadrúgást Dvéri végzi el. Tóth Norbert egyből lőhet, lő is, és hatalmas gól! Hatalmas gól! Kérem szépen, mint derült égből a villámcsapás. Tóth Norbert a combjával megszelidítette a labdát. Dvéri tért ölelő átadása után. Aztán, ahogy ezt a futball nagykönyvében leírják, tanítják mindenféle szinten, színvonalon, egyszerűen kilőtte a bal felső sarkot. Bíró Imrének, a Csepeliek kapusának esélyesen volt a hárításra. Mindez történt a 21. percben. Videóton Csepel tehát Tóth Norbert góljával, örömmel jelentem, kedves nézők, 1-0. 30. sőt, a lassacskán elkezdjük a 31. percet is. Szabadrúgás a Vidinek kecsegtető pozícióból. Mint egy 19-20 méterre a Csepel kapujától. Dvéri a labda mögött. Jó a lövés! De maga biztosan védi a középre tartó labdát Bíró Imre. Marad az 1-0 a videót a javára. 26. perc a második félidőben. Jön a szöglet, és kis hián ott a második fehérvári találat. De a berobbanó Dulics elől aztán Bíró Imre még ki tudta paskolni a játékszert szögletre. Újabb sarokrúgás, újabb Dvéri szöglet. Jól megy föl csordás, de ezúttal is pontatlan a fejes. De továbbra is támad, próbálkozik a videóton, és az a fontos. Megszerzi a labdát. Most rúgja be a szögletet. Ott a lehetőség a Csepeliek előtt még mindig. Bíró Szabolcs jön, ívelődik a labda. Hát meleg pillanatok voltak ezek, mit ne mondjak. Korsós lő is egy jót, de felszabadul a Csepeli kapu. Bíró Imre a vendégek hálóőre lohol a labda után. Mindeközben most már a játékvezető a 3. percet teszi rá, fejeli a rendes játékidőre. Ebben a pillanatban azonban Ábrahám jelzi, nincs tovább. Megszületett tehát a várva a várt fehérvári siker. Videóton Csepel, Tóth Norbert az első félidő 12. percében szerzett góljával 1-0. Kedves nézőink, ezzel az eredménnyel azt hiszem minden Videóton találkozó után elégedett lenne szurkoló és fehérvári sportvezető is. A játék egyes elemeiben még hagy némi kívánnivalót maga után, de azt hiszem minden dicséretet megérdemelnek a fiúk, hiszen győztessé, kellemessé tették az edzői páros, Diszl László és Csucsánszky Zoltán bemutatkozását a kispadon. 1-0-ra győzött tehát a Vidi. A folytatás majd egy hét múlva.